Ürményházát egykor kőolajmezők fogták körbe, a termőföldet pedig bánáti viszonylatban a jobbak közé sorolják. Az egykor virágzó településen ma alig 950-en élnek. Munkalehetőség hiány, sokan elköltöznek a faluból. Nagyon sok legény van, aki nem nősül még, az miatt, hogy nem tudja eltartani a családját. A lányok azok viszont elmennek külföldre. Halász Tibor a falumestere, mechanikusként próbál talpon maradni. Tudnám a három fiamnak munkát adni, de sajnos nem tudok annyira megindulni, hogy ezt megtudjam. De ha jó megindulna, akkor az én plánom szerint mondjuk rá lehet, hogy 5 ember is tudna dolgozni. Ürményházan a legtöbben a mezőgazdaságból élnek meg. A Vajdasági Magyar Terület és Gazdaságfejlesztési Program megerősítheti azokat, akik itthon akarnak maradni. A Prosperitáti Alapítvány pályázataira a magyar és szerb állampolgársággal is rendelkezők jelentkezhetnek. Bánátban azonban még nem mindenki igényelte a magyar állampolgárságot. Az alapítvány péntek esti lakossági fórumán elhangzott, a kérelmeket gyorsabban bírálhatják el a jövőben. Várhatólag fölgyorsul a folyamat, tehát néhány hónapon belül meg is kaphatják az állampolgárságot, úgyhogy még az idén, mivel 2016-ban több pályázati kiírás lesz, tehát még az idén pályázhatnak, az elkövetkező években meg biztos. Ürményházán 1995 óta újra működik az általános iskola, de egyre kevesebb a gyerek. A faluban nincs orvos, se gyógyszertár. A pályázatokra kapott anyaországi támogatás segíthet a faluban élőknek.